Ahogy azt ígértem, Kovács Zoltán a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üzem, mert már várták a nézők nagyon, mert elmondtuk, de tugóba keveredett. Az elmúlt fél órában hányszor mondta ki Tarlós István nevét? Én egyszer sem. Az eső azt gondolom, hogy egy tudatmódosítószerként hat ilyenkor az autósokra, tehát ja, láthatóan. Mert csak kíváncsi voltam, hogy egy kormány szóvivő, hogyha budapesti dugóba keveredik, akkor kit szid? De akkor én senkit, én, hát mondjuk mondjam, mit tehetnék, joviálisan tűröm. Ja, ilyen békés, értem. Jó, megnyugodtam, és megtudtam ezt is. De azt még nem tudtam meg, hogy mire volt jó ez a strasbourgi vita? Minek mentek oda? Minek ment oda a miniszterelnök? De ez érdekes, hogy tőlünk kérdezi. Ezt azoktól a parlamenti képviselőktől, leginkább magyar parlamenti képviselőktől kellene megkérdezni, akik most már hetek és hónapok óta napi szinten jelentik fel a magyar kormányt, és dolgoznak azon, hogy befeketítsék bármilyen lépésünket. Hát nem is mondjam, elszomorító volt nézni egyébként mindazt, ami ott történt. Hát nézze, azért az, hogy már maguk az európai bürokraták, illetve tisztségviselők panaszkodnak arra, hogy nem telik el nap, hogy egy fél tucatnyi, vagy még ennél is kevesebb képviselő folyamatosan feljelentget minket. Feljelentget, az mit jelent ez esetben? Minden. Tehát bármilyen lépése van a kormánynak, azonnal szaladgálnak a Libéhez, LD-hez, tehát azokhoz a szervezetekhez, aztán, amelyek megpróbálják ugye ezt az elmúlt öt évben már unalomig ismert játékot, illetve receptet eljátszani. Amikor Szanyi Tibor a legjózanabb a minket támadó közül, az szerintem minden szempontból elszomorító. Én nem tudom, hogy mi az elszomorító ebben. Uniós tagország vagyunk, egy uniós tagország kormánya napirendre hoz két olyan témát, amely két téma egyik nincs összhangban mondjuk az unió jelenlegi akaratával, a másik pedig kimondottan tiltva vagyon, és mi is vállaltuk, ez a halálbüntetés. Erre azt mondják az európai parlamenti képviselők, hogy hát akkor beszéljük ezt meg, hogy mit csinál az egyik tagországunk kormánya, és mit szeretne csinálni, egyáltalán miért beszél erről, hogyha valahol máshol beszélgetnek hasonló típusú dolgokról, akkor úgy nem mi? Rohangálnak a saját országuk ellenzéki képviselői a bizottsághoz és más szervezetekhez. De nem, és gondolja, hogy próbálják. Azért mondjuk odarohant egy magyar képviselő, és ezért volt a strasbourgi vitana. Hát ezért... nagyon sokat dolgoznak rajta, maradjunk. Tehát az, hogy Orbán Viktor miket mond, miket csinál, hogy a magyar kormány mit de csinál. Ön hallgatta, hogy miket mond? Tehát mert hogy a következő helyzet iszonyatos volt a kontrasztal között, amit a miniszterelnök azt gondolom, hogy elég éles és kristálytiszta logikával elmondott arról, amit a kormány, illetve ő maga gondol kérdésekről, és az a típusú, én nem akarom ezt minősíteni, tehát a káromkodással elegy, na mindegy, hagyjuk. Nem káromkodásnak nevezném, hanem inkább ilyen alpári stílusnak nevezném az, ami ott néhány képviselő szájában elhangzott. Autokratának nevezték. De nem az autokráciáról beszélünk. Provokálja az Európai Uniót. Mindenféle nácizástól kezdve minden volt ott. Valaki lenácizta a miniszterelnököt? Hát legalábbis olyan módszerekkel vádolt minket, ez egy magyar képviselő volt egyébként. Mindegy. A lényeg, ami lényeg, hogy szerintem az egész méltatlan volt az Európai Parlamenthez, legalábbis abban az értelemben, hogy ha nem lehet ott tartalmas vitát folytatni, és tartalmas beszélgetést, mondok egy példát, az egyik olasz, valószínűleg baloldali képviselő asszony egy óra vita után is képes volt elmondani úgy a felszólalását, hogy előtte már egyébként a hozzászólók is cáfolták azt, amit ő mond. Tehát nehéz így. Mi volt most a vita tárgya? Ezt én magam is szeretném tudni, mert önmagában szerintem a vitatárgya mi meglátásom szerint két dolog volt. Kezdjük azzal, ami valójában a szólás és gondolatszabadság területére tartozik. Ez a halálbüntetés kérdése, amiről... Az a szólásszabadság kérdése? Igen, mert most már ugye ott tartunk, hogy beszélni sem szabad róla. Tehát, ezt ki mondta, hogy nem szabad róla beszélni? Hát fél tucatnyi képviselő mondta, hogy mivel ez kőbe van vésve, az ő felfogásuk szerint legalábbis, ezért fel sem lehet emlegetni, mert nem, már az ember... Senki nem mondta, hogy nem szabad emlegetni, de mit akar Orbán Viktor ezzel? Beszélni róla, mert a magyar társadalom háromnegyede... Azért többet mondod, mint beszélni erről. Igen, hát napi renden tartani, azaz beszélni róla, mert a magyar társadalom háromnegyede, és az európai társadalmak szinte mindegyike, mert hogy az európai tagállamok társadalmának szinte mindegyikét foglalkoztatja ez a kérdés ilyen vagy olyan formában. De ezt tegyük is félre, mert ez egy szimbolikus ügy. Beszéljünk a másikról, amelyről... Most a következő napokban egyre inkább ki fog derülni. Beszélünk erős, de ez nem szimbolikus. Ugye a halálbüntetés kérdése, amely az Európai Unió közös értékeibe tartozóan nincs,
amely értékeket mi is magunkénak tudjuk. Éppen ezért szimbolikus ügy, mert senki nem beszélt arról, hogy vissza akarjuk állítani, senki nem beszélt arról, hogy az alapszerződés akarnám módosítani. Mondja meg, könyörgöm, mit akar Orbán Viktor a halálbüntetéssel? Két hete volt, amit önnél. Akkor se értettem. Csak nem akarja érteni, maradjunk ebben. Nem akarja érteni. Szeretném. Hogyha egy társadalom beszélget erről, akkor a kormányon hatalmon lévők felelőssége is, hogy mederben tartsák, beszéljenek erről a dologról, megteremtsék a feltételeit annak, hogy a társadalom egy őt érintő kérdésben, például a magyar társadalom, amely ugye az elmúlt 20-25 évben visszatérő formában szóvá tette ezt, napirendre tette. Annyi mindenről beszélünk, és azt miért nem karolja fel a miniszter? Például miért bántja az, hogy beszélgetünk erről a kérdésről? Nem, engem az bánt, hogy annyi mindenről beszél a magyar társadalom, annyi mindenről, és azt meg nem karolja fel a miniszterelnök. Miért pont a halálbüntetést? Mondjon egy példát, amit nem karolom. Vasárnapi zárvatartás. De hogy nem, hát 3 hónapja vagy fél éve erről beszélgetünk, nem? Ki beszélget erről? Hát az ön műsorában hány vendég volt, aki folyamatosan erről beszélgetett és mondott el mindent róla? És a milyen típusú beszélgetést akar? Tehát itt ez a lényeg, miért a miniszterelnök erről akar beszélni? Hát kormányzati képviselőket bármikor kérdezem, azt mondok, ez zseniális, ez így jó, hiába... Tehát megkérdezte őket, válaszoltak, ők jó gondolatnak tartják, elmondtuk az érveinket emellett. Aki pedig nem tartja jó gondolatot. Akkor most a halálbüntetésről szóló beszélgetés is ennyi lesz, hogy megkérdezem Kovács Zoltán, ön kormány szóvívő tisztségében van itt, nyilván nem magánember véleményét, vagy ha magánembert, azt nem tudjuk magánember véleményként elkülöníteni. Véletlenül sem szeretnék cínikus lenni ebben a dologban, de például mit gondol a halálbüntetésről? Szerintem a rendelkezésre álló időből sokkal többet beszélgetünk már így is a halálbüntetésről. Mint igen, amit... csak még mindig nem értem. Az, amikor az Európai Parlamentben elhangzott az, hogy Orbán Viktor provokálja a parlamentet, és azért hoz fel olyan témákat, hogy ide meghívják, ez szó szerint elhangzott, hogy ön provokál minket azért, hogy ide meghívjuk, és itt vitázzunk. Aztán ennek, ezt már nem a képviselő mondta, de ennek nyilván belpolitikai sikert várnak attól, hogy ott volt a jó miniszterelnök, aki jól megvédte az országát, a gonosz európai parlamenti forgatókönyvírók lennének önökből egyébként, fantasztikus forgatókönyvírók. Önöktől, és ezt én mondtam egymagam. Meg néhányan még itt az elmúlt napokban. De én most csak én. De nem ez volt a célja? Fontos, az embereket érdeklő dolgokról van szó. És tényleg, politikai haszonszerzésből tartják ezt napirendben? Tényleg, vegyük egymást is komolyan, meg a témákat is komolyan. Én nagyon komolyan veszem. Ön szerint az Európa előtt álló egyik, az európai sorskérdések egyikének számító migrációs kérdésben politikai haszonszerzésből beszélgetünk olyan dolgokról, amiről napról napra jönnek azok a hírek, amelyek érdekes módon a mi általunk már hónapokkal ezelőtt feltett kérdéseket teszik fel, vagy abban a formában fejezik ki a véleményüket, például a bevándorlók, a menekültek és az Európán belül szabad munkaerő áramlásról. Én a halálbüntetésről kérdeztem. De a halálbüntetésről már elmondtam, ha megkérdezi, nagyon szívesen elmondom 15-ször ugyanazt a mondatot is. Csak önnek ezzel kapcsolatban. Hogy politikai haszonszerzésből vette most napirendre a miniszterelnök, azért, hogy emberek, elterelje a figyelmet más témától. Beszélgetnek erről. Azért, mert mondtam önnek, sok mindenről beszélgetünk. Igen. Például a bevándorlókról nagyon keveset. Én úgy látja? Igen. Én úgy látom, hogy az elmúlt hetekben azért eléggé keményen megélénkült ezzel kapcsolatban a párbeszéd, nem csak idehaza, hanem rendelkező szintén is. És ezt kigenerálta? Önök hát a nemzeti konzultációval. Az események önmaguk is generálják, tehát beszéljünk akkor komoly dolgokról. Tehát ugye elkezdték kifogásolni például ezzel kapcsolatban, hogy azt mondtuk, hogy a bevándorlásnak, pontosabban az illegális migrációnak lehet bármilyen kapcsolata a terrorizmussal. Tegnapi hír, hogy a tunéziai mészárlás kitervelő és egyik elkövetője, ahol 45 ember halt meg, egyszer megpróbált bejutni Olaszországba illegális migránsként egy csónakon, akkor egyszer visszafordították, és tegnap valahol Milánó közelében fogták el. Beszéljünk komoly dolgokról, amikor a NATO főtitkár arról beszél, hogy nagyon-nagyon komoly veszély van annak, hogy az embercsempészetre ráépülő szélsőséges erők, azok dzsihadistákat küldenek Európába. Tehát ez, amit most ön felsorolt, ezek nagyon komoly dolgok, de emellett az önök nemzeti kérdőíve, konzultációs kérdőíve még inkább eltörpül. Tehát ami... Na most akkor mi a baj? Most mi generáltuk, vagy most már eltörpül? Tehát akkor... A komoly dolgok mellett, ahogy kérdeznek és amit kérdeznek, de miért? Az eltörpül. Elmondaná nekem, hogy miért? Például, hogy akarja ön, hogy inkább a magyar családokra költsön a kormány, mint a bevándorlókra, ez hol van ahhoz, hogy milyen súlyos gondot okoz a terrorizmus, a bevándorlás, vagy annak összefüggése, hát, és akkor, Európának de, a gazdasági, kulturális jövője? Tőlem mehetünk tételesen végül kérdéseket, nagyon szívesen elmondom egyébként, mert azt látom, hogy iszonyatos erők mozdultak meg annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket csak egyfajtaképpen lehessen olvasni. Ebben például ott rejtőzik az a felfogás, amely az egésznek a filozófiáját támadja, vagy az alapelemét támadja magának a migráció kérdésének. Ugye vannak olyan nyugat-európai államok,
kimondva kimondatlanul, akik azt vallják, hogy Európa népesedési, foglalkoztatási és egyéb gondjaira bevándorlással kell választ adni. Mi meg azt gondoljuk, hogy ez egy öngyilkos taktika, ehelyett a családtámogatással kell foglalkozni. De ezt most kimondta, hogy mi erre vonatkozik a kérdés. Én elmondtam önnek, hogy mire vonatkozik ez a kérdés. De ebbe az irányba haladunk, hogy a magyar társadalom erről tehát beszélne, vagy a magyar kormány. Lehet, hogy Olaszországban, vagy Franciaországban, vagy Nagy-Britanniában nem így tennék fel ezt a kérdést. Mi de nálunk ez nincs, akkor miért teszik fel ezt a kérdést? Nálunk ez nincs. Miért a magyar kormány a migrációval próbálja megoldani bármilyen munkaügyi vagy szociális problémát? Amikor Európa abba az irányba fordul, illetve a Brüsszelben azt próbálják elfogadtatni azokkal az országokkal is, amelyeknek egyébként ez semmilyen szempontból nem érdeke és nem az akarata, hogy a bevándorló kvótákkal, a bevándorlás intézményesítésével oldjanak meg foglalkoztatási, népesedési dolgokat, akkor szerintem nekünk meg kutya kötelességünk feltenni a kérdést, hogy ezt az utat ez akarjuk, vagy egy másikat. Foglalkoztatási, népesedési gond. Az is. Is. Persze. Ezért van 12 kérdés, amely különböző aspektusait villantja föl ennek a kérdésnek. Többé-kevésbé úgy vannak feltéve ezek a kérdések, ahogyan az utcán egyébként, vagy egy éttermi, vagy egy vendéglői beszélgetésnél így hallanak. Hát ebben nem fogunk azt hiszem közös nevezőre jutni, ahogy akkor inkább ilyen villámkérdések, villámválaszok, pár percét játsszuk, vagy rendezzük itt a végén a beszélgetésünknek. Miniszterelnöki kabinetfőnök lesz Rogán Antal? Majd a miniszterelnök, hogyha bármilyen döntést hoz személyzeti ügyekben, el fogja mondani és értesíti a közvéleményt. Hát azt ön fogja elmondani, nem? Kormány szóvivőként. Hát majd, hogyha eljön annak az ideje, akkor valószínűleg az is lehet, hogy én fogom elmondani, ahogy ez ma délután is elhangzott, ez a miniszterelnök kompetenciája, semmi ilyesmiről nincsen szó. De lesz, hogy miről nincs szó? Semmi ilyesmiről nincsen szó egyelőre. Hogy Rogán Antal miniszterelnöki, micsoda kabinetfőnök lesz, erről még nincs szó. Látom, ez most már hanyatszor, talán 5-ször vagy 6-szor jön elő az elmúlt másfél évben egyébként hullámokban, a sajtóban. De most ez igaz vagy nem igaz? Az lesz vagy nem az lesz? Még egyszer, majd hogyha eljön az ideje és bármi olyan dolog történik, amiről beszélünk kell, akkor természetesen tájékoztatni fogjuk őket. Tehát most nem jött már még el az ideje, tehát nincs erről hallott szó? Hallott ma olyan írt bejelentést, ami szerint ilyen dolog történt volna? Nem, azért kérdezem önt, hogy igaz-e? Villámkérdésekről volt szó. De hát nem kaptam egyértelmű választ a villámkérdésre, az a válasz, hogy igen vagy nem. Miniszterelnöki kabinetfőnök lesz Rogán Antal, igen vagy nem? Ez a villámkérdés. Villámválasz? Nem, a kérdés feltevése sem helyes, mert akkor lehet erre válaszolni, hogyha egyáltalán a szándék így megfogant volna, de mivel nem beszélünk. Van szándék, sem. Hogy a miniszterelnöki kabinetfőnök legyen Rogán Antal? Ebből igen vagy nem? Ebből ilyen szempontból egy nagyon fárasztó beszélgetés lesz. Igen vagy nem? Elmondtam ezzel kapcsolatban, amit tudok mondani. Jó, akkor megvárjuk, hogy legyen döntés, ha egyáltalán lesz döntés. Az egyébként, hogyha egyáltalán ezen gondolkodnak, nem tudom, hogy ezt elárulhatja, hogy van-e ilyen szándék a kormányon belül, akkor az igaz, hogy mondjuk egy Rogán-Lázár harcnak a része lehet, hogy őt, mint hogy Rogán Antalt egy ilyen pozícióba helyezik, ha helyezik? Mondom én, hogy kitűnő forgatókönyvírók lennél, de ez a, nem is tudom, a kalandregények meg a, ennek megfilmesítésének a kategóriába tartozik. Ez egy kalandregény? Hát, sokan szánják annak, azt gondolom. Hú, hát ez egyre izgalmasabb. Akkor már csak egy villámkérdésem van. A nagyobb gázóra az többet mér? A nagyobb gázóra alkalmas arra egyébként, hogy torzítsa a mérő eredményeket, és erre nem, hogy ismerem, ez nem egy politikai mondás, hanem az elmúlt hónapok, illetve most már talán egy év előkészítő munkája során a főgáz átvétele folyamatában derült fény arra, hogy igenis ezek az órák alkalmasak voltak arra, hogy manipuláljanak. De hát Németh Lászlóné meg erről egy szót sem mondott, sőt azt mondta, hogy de minden rendben volt. Én magam is beszéltem erről, és korábbi sajtótájékoztatókon, amikor a közműszolgáltató kialakításáról beszéltünk, elmondtuk már többször, nézzék vissza az archívumokat. Én visszakerestem, és azt mondta, hogy minden rendben volt az órákkal, pár nappal ezelőtt kérdeztek rá. Még egyszer, hónapokkal ezelőtt beszéltünk arról, hogy ezek az órák alkalmasak voltak arra, hogy manipulálják a mérés eredményeket. És ezt hogy lehet kiteríteni, hogy alkalmasak voltak, de hogy azt is csinálták? Én viszont nem vagyok, lehet, hogy Vágó úr tévészerelő volt, én nem vagyok gázszerelő, illetve nem értek én is. Akkor ki a gázszerelő a kormányban, aki ezt majd meg fogja állapítani? Várjon, van egy, de az nem kormánytag. Az ehhez értő szakemberek el fogják önnek mondani, hogy pontosan mivel állunk szemben. Én hívtam, de nem jön. Mármint, hogy akiről tudom, hogy az alapszakmája, hát ha tudna válaszolni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Rövid reklám, aztán folytatjuk. Ide várjuk Gémesi Györgyöt, aztán Józsa István, maradjanak velünk.